Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Halasi tükör, a városi hetilap. Van képünk hozzá. Címlapon az elmúlt hét legfontosabb történései. Nő az esély. A program iránt óriási az érdeklődés. Államtitkári vizit Halason. Tanítanak, nevelnek. A halasi pedagógusokat ünnepeltük. Zsipó cirkusz. Hegyesi Bandi elárulta, kazettán is megjelennek a dalok. Halasi tükör. Keresse szerdánként a szokott helyen. Tragikus halál, országú mentés közben érte végzetes baleset az Afrikában dolgozó halasi vadvédelmi ökológust. Jó hírrel érkezett Halasra a Birkózó Szövetség elnöke, közel 400 négyzetméteres birkózócsarnok épülhet jövő tavaszra. 210 milliós fejlesztés, több ütemben újítják fel a Vári Szabó István szakképzőiskola épületét, a kollégiumi rész már elkészült. Hamarosan lehet csobbanni, feltöltötték vízzel a halasi fürdő gyermek és nagy medencéjét. Jó estét kívánok! Önök a Halas Televízió csütörtök esti hírműsorát látják. Szomorú hírt kapott szerkesztőségünk. Egy országú mentő akció közben tragikus baleset történt, amelynek során életét vesztette Gyöngyi Krisztián. A kiskunhalasi születésű vadvédelmi ökológus éveket töltött Afrikában, több nemzetközi országú és elefántmentési projektben vett részt. Elismert, elhivatott szakembernek számított, aki imádta a fekete kontinenst és annak élővilágát. Ha tehette, hazalátogatott szülővárosában, legutóbb tavasszal járt Kiskunhalason, és egy emlékezetes előadást tartott munkájáról a közösségek házában. Gyöngyi Krisztián 43 éves volt. 65 millió forintos beruházás keretében jövő év tavaszára elkészül az új halasi birkózócsarnok. Ezt Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke jelentette be kiskunhalasi látogatásán. A 390 négyzetméteres létesítmény a Bundzsák Dezső sportközpontban épül fel. Itt lesz bent a két birkózószőnyeg, és ide terveztük ugye a szaunát, és hogyha lehetséges, akkor ugye jól tudom, ebbe az irányba bővítenénk majd lelátókkal. Tehát gratulálok ehhez a szép tervhez, és remélhetőleg egy év múlva kulcsátadás. Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke látogatott Kiskunhalasra ma délelőtt, és egy jó hírt hozott magával. Eldőlt, hogy megvalósulhat a halasi sportolók nagy álma, az önálló birkózó terem a Bundzsák Dezső sportközpontban. Mi birkózók úgy döntöttünk, hogy ideje Halason díjazni azt, hogy itt nagyon komoly birkózó múlttal rendelkeznek, és most is foglalkoznak a gyermekekkel, ezért itt a sportpályánál, a mögöttünk lévő sportpályánál támogatni szeretnénk, és támogatni is fogunk egy 65 millió forintos beruházást, amely egy két szőnyeges birkózócsarnokot fog adni a jövő halasi birkózóinak, és még abban is megegyeztünk, hogy egy kis bővítést is lehetővé teszünk, hogyha egy második etapban erre sor kerülhet, akkor még nézőtérrel is ki tudjuk bővíteni, most pedig még egy szaunát is építünk. A sportvezető személyesen tekintette meg a Bundzsák Dezső sportközpontot, ahol Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Fülöp Róbert polgármester, Farkas Dániel és Szűcs Csaba alpolgármesterek kalauzolták körbe a vendégeket. Németh Szilárdnak megmutatták a birkózó csarnok leendő helyét is. Ide épül majd a 390 négyzetméteres létesítmény. A tervet Tóth Péter osztályvezető mutatta be. Ez a meglévő épület, ami jelenleg is áll, ugye itt van a főbejárata, és a színes visszalárázott rész lenne maga a birkózó csarnok. Jelenleg még ebben a Szent Imre utcai teremben edzenek a sportolók. Itt készült az Európa-bajnokságra Fődi Ildikó is, aki a magyar válogatott egyetlen érmese volt. Csapi Antal elnök vezetőedző szerint a jövőben jelentősen javulnak majd a feltételek. Szeretnénk ugye egy új csarnokot, amire most ígéretet is kaptunk, ahol sokkal ideálisabb körülmények között készülhetünk a versenyzőinkkel. Én úgy gondolom, hogy egyre népszerűbb a birkózás a városunkban,
Természetesen minél jobb infrastruktúrával rendelkezik egy egyesület, annál könnyebb becsábítani a gyerekeket. Bízunk abba, hogy még további létszámnövekedést tudunk elérni. Ma déltől megnyílt a Semmelweis-téri parkoló. A szombati piacra érkezők már könnyebben találhatnak várakozó helyet. Főként a piacnapokon tapasztalható parkolási gondok miatt döntött úgy nemrég Halas képviselőtestülete, hogy megengedi a parkolást a tér burkolt részén az emlékmű előtt. 35 férőhelyet sikerült itt kialakítani. Mostanra kikerültek a szükséges jelzőtáblák és felfestették a burkolati jeleket, így már be lehet állni járművekkel a térre. A közlekedőktől azt kérik, kövessék a táblák jelzéseit és vegyék figyelembe, hogy az új parkoló bejáratánál halad a kerékpárút. Megújul a halasi Vári Szabó István szakképzőiskola épülete. A kollégiumi rész már új homlokzatot kapott, most a második ütemen dolgoznak, és közbeszerzés alatt áll a harmadik ütem is. A beruházások összértéke mintegy 210 millió forint. A felújításon ma tartott bejárást Bányai Gábor országgyűlési képviselő és a szakképzési centrum főigazgatója. Dolgoznak a kivitelezők, megújul a Vári Szabó István szakképzőiskola épülete. A kollégiumi részre már rá sem lehet ismerni, modern külsőt kapott a homlokzat. Több ütemben az egész iskola komplexumra felújítás vár, összesen mintegy 210 millió forint értékben. Olyan körülményeket szeretnének kialakítani, hogy a diákok büszkén járjanak az intézménybe. Több forrásból három szakaszra bontottuk az épület felújítását. A kollégium rész az teljesen megújult, nyílászárócsere, homlokzati színezés, szigetelés, ez egy keopos pályázat keretében. A következő lépcsőfok, ami látható, hogy be van állványozva, ez egy centrum saját forrásából megvalósuló beruházás, és jelenleg van közbeszerzés alatt a harmadik szakasz, a főépület. Ez a Nemzetgazdasági Minisztérium felújítási forrásából valósul majd meg. A három beruházáshoz még hozzászámolom azt, hogy nemrég adtuk át a 6 darab gázkazán a fűtésnek a korszerűsítése keretében, akkor 210 millió magasságában vagyunk ezzel a felújítási kerettel. Az iskola felújítását Bányai Gábor országgyűlési képviselő is figyelemmel kíséri. Mint mondta, korábban már megyei közgyűlési elnökként szíve csücske lett az intézmény, és úgy látja, a Nemzetgazdasági Minisztériumnál jó kezekben van a szakképzés. A Vári Szabó, mint mondhatom azt, hogy szívünk csücske volt a szakképzési rendszerünkben, itt Bács-Kiskunban is a legnagyobb, legerősebb intézmény volt, és ennek a felújítása bármelyik részlegének számomra egyrészt öröm, mert mondom, korábbi fenntartóként, és mellett még látom azt, hogy az új tulajdonos, az új fenntartó, az új gazda figyel és mindennek fog tenni. Az országgyűlési képviselő szerint a szakember hiány miatt is fontos, hogy vonzóak legyenek a szakképző intézmények, és továbbra is mindenkit arra biztat, hogy ne féljen belevágni a tanulásba, főleg úgy, hogy a második szakma megszerzése is ingyenes. Szerintem a Halasi Vári Szabó szakképzőiskolának és a hozzákapcsolódó intézmény és az egész szakképzési centrumnak óriási jövője lesz, hisz dolgos emberekre nagy szükség van, és még egyszer mondom, én biztatnék mindenkit, akinek a mondjuk nem feltétlen orvosi vagy jogász vagy bármilyen magas értelmiségi pályára van affinitása, de amikor a szülei erőltették, vagy a rokonság, hogy diplomát kell szerezni, higgyék el, ma már egy jó szakmunkás ember, jó iparos ember sokkal többet fog keresni, és keres is, mint bármelyik olyan szakmát elvégző honfitársunk gyereke, lánya, vagy éppen önmaga, amivel száz, egy tucat, vagy nem tudom, hogy a mondás olyan pontosan már, tehát magyarul ide kéne jönnie sok gyereknek, sok lánynak, fiúnak, hogy tanuljon nagyon komoly becsületes szakmákat és az országot építesse. Ez a szakasz marad itt hátra, most folyamatban van a tervezése. A felújításból a Vári Szabó iskola udvari részét sem szeretnék kihagyni, már erre is készülnek a tervek. További terveink között szerepel a belső udvarnak a teljes felújítása, a sportpálya teljesen meg fog újulni, a belső udvar. Még egy épületszárnyunk marad, a hátam mögött lévő épületszárny az jövő évre kerül szigetelésre, valamint egy új tűzvédelmi lépcső kialakításával megszüntetjük a jelenlegi nem dizájnos lépcsőrendszert. Megint egyre többen próbálnak illegálisan átjutni a közeli szerb-magyar határszakaszon. A rendőrség tájékoztatása szerint szerda késő este egy 36 fős csoportot tartóztattak fel Herceg-Szántónál. A férfiakból álló csoport tagjai pakisztáni állampolgároknak vallották magukat.
mivel igazoltatásuk során sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták hitelt érdemlően igazolni, visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Csütörtök kora reggelig pedig már újabb 34 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek Kelebián. Pünköstkor még nem, most szombaton viszont már lehet fürödni a Halasi strand gyermek és nagymedencéjében. Még most is dolgoznak a karbantartók, hogy minden kiülő és burkolata a helyére kerülhessen, mire jönnek a vendégek. Ma délben már fel volt töltve a nagymedence, éppen az alját porszívózták a szakemberek. Pünköstkor a nagy melegben sokan bosszankodtak, akkor még üres volt a medence. A strand vezetője azt mondja, ennek megvan a szakmai oka. Ez nem olyan házi jellegű medence, hogy bedobom a slagot és már másnap pacsátok is benne. Ez minden évben karbantartást igénylő feladat. Ugyanis ez egy betonmedence, nincs leburkolva, ezt át kell gyagyázni, ki kell javítgatni és le kell festeni. Különben az ANTS adja rá a jóhagyását. Ezt múlt héten pénteken tudtuk befejezni a festését, a gyerekpancsolónak pedig szombaton sikerült a festését befejezni. A medence feltöltéseket nem lehet hétvégére tervezni, mivel ugye ezek egyrészt bármilyen havári esemény bekövetkezhet, akkor ez valamit közbe kell lépni, ez hétvégén általában ez nem olyan egyszerű. De most ez szerencsétlen jött ki, hogy pont pünkös hétvége volt, és meleg volt, ez nem mindig szokott összejönni. Hát mostanra elkészültük a munkátokkal, és ezen a hétvégén már át lesz adva a vendégeknek a nagymedence is, meg a gyerekpancsoló is. Sokat változott a Halasi strand az elmúlt esztendőkben. Komárnicki Gyuláné szerint látszik, hogy figyelembe veszik a vendégek igényeit. A kinti fürdési lehetőség, a gyógyvíz lehetősége. Egy nagyon rossz minőségű medence volt, ami széppé varázsolódott. Nagyon jó napozóhelyek vannak kialakítva, tetszik a térkövezés, mint olyan. Készül a napozóterasz, úgyhogy szívesen fogok visszajárni. A jövő héten már a Bibó és a Sziládi gimnázium is itt tartja az utolsó tanítási napjait. Addigra már minden burkolata helyére kerül. Sikerült azért egy kiülő részt kialakítani, ugye mert a vendégeknek nem volt hol leülnie, pihenni. Ez két helyen is sikerült kialakítani. Egyiket a fenti télpészák környékébe alakítottuk ki, letérköveztük a felületet, és egy dizájnos kiülőket telepítettünk le. Ugyanezt megoldottuk lent a nyári büféné, és hát próbáljuk a parkolót befejezni, amit szeretnék az is minél előbb átadni, valószínűleg ez a 15-e körül fog megesni. Tavaly jelentős volt az érdeklődés, valószínűleg idén is így lesz. Hamarosan véget ér a tanév és indul a nyári diákmunka. A tervek szerint ezen a nyáron összesen 34 nappali tagozatos diáknak tud majd munkát adni a Kiskunhalasi önkormányzat. A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett nyári diákmunka programban 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok kaphatnak a helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél munka lehetőséget. Halas önkormányzata a diákmunkára előregisztrációt hirdet, jelentkezni a nyári munka kukac.kiskunhalas.hu e-mail címen lehet jövő hétfőtől június 21-ig. A jelentkezésről hírportálunkon a halasmedia.hu-n is megtalálhatók a részletek. Országszerte megnyílt az ünnepi könyvhét, a Halasi Martonosi Pál Városi Könyvtár is programmal készült az eseményre. Erhárt Györgyi könyvtárigazgató köszöntő beszédében elmondta, már 88 éve ez a legnagyobb könyvünnep, melynek célja az olvasás és főként a kortárs irodalom népszerűsítése. A köszöntő szavak után közönség találkozó kezdődött Bán Mór íróval, újságíróval. Őt van, aki a skifi történetei, a Petőfi nép és írásai, még mások a népszerű Hunyadi ciklus szerzőjeként ismerik. Az íróval készített riportot egy későbbi Kultúrkép című műsorunkban láthatják. Most röviden összefoglaljuk a nap főbb híreit. Tragikus halál, országú mentés közben érte végzetes baleset az Afrikában dolgozó halasi vadvédelmi ökológust. Jó hírrel érkezett Halasra a Birkózó Szövetség elnöke, közel 400 négyzetméteres birkózócsarnok épülhet jövő tavaszra. 210 milliós fejlesztés, több ütemben újítják fel a Vári Szabó István szakképzőiskola épületét, a kollégiumi rész már elkészült. Hamarosan lehet csobbanni, feltöltötték vízzel a halasi fürdő gyermek és nagymedencéjét.
folytatásban jön az időjárás előrejelzés. Ezt követően a napi mozaikkal jelentkezünk, a Pünkösdi Gyermeknéptánc gáláról mutatunk ma felvételeket. 7:30-tól kulturális magazinnal várjuk Önöket, Szöri Attila már itt készülődik a stúdióban. Szia Attila, ma milyen témákkal készültél? Szia Alexandra, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Halas Televízió minden kedves nézőjét is. Azt gondolom, hogy érdemes lesz ma este 7:30-tól is a Kultúrkép magazint választani, hiszen ellátogatunk például egy olyan kiállításra, ahol ezeknek a kicsi sárga emberkéknek lesz nagyon fontos szerepük. Emellett megmutatjuk azt is, hogy milyen volt az Ismerős Arcok zenekar kiskunhalasi koncertje, beszélgető partnereim pedig egy a közelmúltban megjelent gyermekkönyvről mesélnek majd. Rövidesen jönnek a részletek, kérem tartsanak velünk 7:30-tól. Attila, sok nézőt kívánok, én viszont mára köszönöm a figyelmet, de holnap újra jövünk a friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!